A videót az Unibet támogatásával készítettük el. Szia! Szeretnél nyerni nagyon kipikapi dolgokat? Számítógép, aréna, szék, részer, meg minden? Na most itt az alkalom! Egyidejűleg vásárolt, három embertermékről pöltőtött blokkansz. Nyerhet el nagy ajándékot, piamsz! Kódot töltsed fel az Ember Energy Drink, passzom tudja, ott lesz a leírásba, pont.com! És a feltöltött blokkos fotót pedig majd jól megnézzük, és kisorsolás kerül majd, de jó lesz majd nekünk. Szia! 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 Ez itt a Csirkeláb nevű játék, horrors játékok, és a héten nagyon Halloween van, bazd meg! Szóval, csapódjunk bele, nézzük meg, srácok, Csirkeláb a neve. Jaj, de nagyon jó nekünk most ez a bölkam! Szia! Exhibicionista vagyok. Mi a passzom ez a játék? Csirkeláb? Sző. Itt kell valamit baszkodni. Úristen! Hacker támadó légtechnikai szakaszisztenssel vagyunk. Mi a fasz? Azt mondja, ha meglátjuk a csirkét, akkor fussunk. De mi? Mebbasz? Mebbasz a csirke? Lemegy a szomj... Ez mi a fasz? Mi van, csöves? Mi van? Ez egy csirkeláb! Szia! Nincsen neki lyuka? Ez egy lyuktalan csirkeláb, most ez nagyon... Csirkés a játék? Ne! Mindent értek, bazd meg! Azt a büdös kurveget. Csirkés Outlast, testvéreim. Ahol üldözőbe vesz minket ez a gyönyörű jószág. Nagyon szép csirke vagy. Most már. Szia! Csirkéjül is beszélek, univerzális, internacionális férfi vagyok. Állj le! Állj le, csirketed magad kettesbe, meg gigán rúglak most már. Amúgy rendes para. Ide tud jönni? Bazd meg tud. Ne basz meg! Geci, ez mi a gyász? Jó, fel kell térképezni, semmi baj nincs. Nyugodjunk meg, rendben. Vissza kettő padló! Mi van, buzi? Mi van? Nem tudja, kivel beszél. Érted? Levesszük mellyel ezt a csirkét. Hiába szemezel. Lyukad akkor, amit a kutgyűrű, azt itt feszülsz. Tedd magad takarékra, fiam. Én berágó... Ímor, ez berúgta az ajtót, Dick! Ez berágott. Ez kilakoltatásra gyött. Ú, micsoda terpesztése van, gyerek. Fönáll a passz, fölborul az asztal. De mit csinálsz? Hát nem látod, hogy kibe látsz szembe? Addig lehet itt izédi? Csőrözni? Csőrözést akarok. De mi bazzik? Hát ez elnézés visszapillantóban a csirkén? Bocsánat! De megint bazd meg. Jó? Jó. Értem, hogy miről van szó. Megboxolom a levegőt, papucsozunk egy kicsit. Amit a venyigébe. Az bepukkadunk, azt levágunk neki két taslit. Meg kell várni, szerintem ki kell kempelni. Nem tudok jobban, tehát itt nincs semmi. Ugye? Lehet, hogy én is csirke vagyok. Pazd meg! Dík, hát rendes... Isten! 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 Egy, ettől a szarjátéktól hogy lehet megijedni, more? Komiba kérdezem. Ide be lehet búni. Aha, gyere pipike. Ahogy a kisjányom mondja, gyere pipike! Mi van, paszpej? Ha? Levesszük mellyel ezt az egész csirkét! Most nem azért mondom, de bizonyos etnikai sorokon ez a csirke 3 másodpercig égne, mert rotyogna a bogrács. Nem minden, nem csak ott, hát itt is, de... Hát az utcára kilépne, azt már el lenne nyesve a giga. Érted? Már megvan pucol vörös hagyma 3. másodpercben már rotyog. Szóval 3 darab csövet kell itt megtalálnunk, bacsánat. Mert ugye hoztad a csövet? Na milyen csövet?
Dobjon már neki valami kukoricadarát valaki, bazzek, hát ez így már nem élet. Ez így már nem élet, fiam. Szia, te csöves! Ezt nem bírom idegileg. Nem, egyszer nem megy. Tényleg ott tartunk, hogy fölmondok. Az állásomban és a nézésemben is, meg a járásomban is. Buzi! Mi van, köcsög gyerek? Ha? Ez lekempel állandóan, bassz meg. Egy darab csöbet legalább megtalálhatnánk, hogy lássuk, hogy mi a helyzet. Ez már zárva van, gondolom. Te passzapó! De nem elég, hogy itt egy para érzés, igen, nyilván, de hogy egy csöves... Tehát, hogy tényleg az van, hogy fölbassz. Passzüsse ki a szempogát neki. Na jó, most srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez volt egy nagyon jó csirkés videó, és csirkés videó. És megyek, elgondolkodok az életemben, hogy beadom az önéletrajzomat Tesco-ba, vagy valami.